Sziasztok, és köszöntelek titeket a Zsebi Baba csatornán. Én Zsófi vagyok, és ez a BLV, vagyis vonatkás hozzátáplálásos videóm negyedik része. Az első három részben ugye beszéltünk arról, hogy miért választottuk mi a BLV-t, mik az előnyei, és mik a jelei annak, hogy a gyerekünk készen áll a vonatkás hozzátáplálásra. Ebben a negyedik részben pedig arról szeretnék beszélni, hogy hogyan is kezdtük mi a hozzátáplálást, pár tippet és tanácsot megosztani, amit szerintem fontos, mi szerintem fontos, hogy átgondoljuk, szervezzük egy kicsit e körül az életünket, mielőtt hozzákezdünk a hozzátápláláshoz. Egy nagyon fontos mondat, amit egyébként a BLB könyvből szerváltam, és sok embernek mondtam már ezt, és megnyugodtak ettől, hogy az első évben food is for fun. Tehát az étel egy mókás, tanulós dolog. Tehát itt semmiképpen ne erőltessünk, ne stresszeljünk az étkezés körül. A kisgyereknek az első életévében, az első 12 hónapban az anyatej hiányában pedig a tápszer a legfontosabb tápláléka. Ebben minden megvan, ami növekedéséhez és fejlődéséhez kell. Tehát semmiképpen ne legyen olyan jövőképünk, hogy elkezdjük a hozzátáplálást, és két hónap múlva a gyerekünk egy komplett menüsort fog fogyasztani. Ez nem így működik. Vannak olyan gyerekek, akik sokkal gyorsabban elkezdik a különféle ételeket magukhoz venni, mennyiségeket esznek, és vannak, akik nem. Vannak olyan kisgyerekek, akik fogzáskor csak szopizni szeretnének, vagy csak tápszert szeretnének, és vannak olyanok, akik nem. Tehát fogadjunk el, hogy minden gyereknek megvan a saját ritmusa, a saját tempója, hogy milyen gyorsan fogja venni a különböző, nem akadályokat, de azért mégis meg kell tanulnia magát etetni, tehát a különböző ízeket, textúrákat, ezt az egész élményt hogyan fogja venni, és ez semmiképpen az, hogy egy gyerek többet eszik, vagy gyorsabban megtanulja, ez nem azt mutatja, hogy az egyik gyerek ügyesebb, mint a másik. Ez csak annak a jele, hogy ő más, ő jobban szeret enni, vagy ő még nincsen készen erre, vagy ő jobban szereti az anyatejet, vagy a tápszert. Tényleg adjunk nekik időt. Az, hogy mi azon stresszelünk, hogy a másik gyereke többet eszik, vagy a miénk még nem eszik mennyiségeket, ez se nekünk, se a gyereknek nem jó, hiszen érzik a kisgyerekek ezt. Tehát nyugodjunk meg, hogy az anyatej és a tápszer lesz a fő tápláléka, és ennek tudatába nyugodtan kínálhatjuk különféle táplálékokkal, amiket mi is eszünk. Szóval ezt szeretném felhozni, hogy ne stresszeljünk, ne hasonlítgassuk a gyerekeket, tényleg főleg ne a majához, tudom, hogy a maja tényleg egy elég extrém eset, ő egy nagyon-nagyon-nagyon jó evőgyerek, tényleg mennyiségeket eszik körülbelül 8 hónapos korától, és nem minden kisgyerek ilyen, másnak másfél-két éves korában eszik annyit a gyereke, mint a maja. Most ez ennek semmi köze ahhoz, hogy mi valamit máshogy csináltunk, vagy mi ügyesebb szülők lennénk, egyszerűen a maja csak szeret enni, és kész. Biztos, hogy közre játszott az is, és én ezt megint tanácsként adom, hogy a maja kisbabakora óta látott minket enni, ott ült a döntött kis etetőszék, vagy nem etetőszék, az a kis döntött Baby Björn székébe, nézett sokszor, amikor főztem, nézett minket enni, látta, ugye mi már több videóban mondtam, hogy mi azért szeretünk enni, látta az örömöt a főzéssel, az evéssel kapcsolatban, és ő is ki akarta ezt próbálni, és ő is megszerette az ízeket, hiszen nekem a szülésznőm mondta, ő nagyon sokáig dolgozott Londonban, és ugye van ez a vélemény, miszerint ugye a gyerekek nagyon szeretik azokat a dolgokat enni, amit az anyuka a várandóság alatt evett, és én ezzel 100%-ban egyetértek, hiszen a majának a kedvenc ételei az mind azok az ételek, amiket én is imádtam várandóság alatt. Mindig is szerettem a gyümölcsöket, de soha életemben nem ettem meg annyi lédús, és ez a lédús, mindig ezt mondtam, hogy pedig aztán szeptembertől júniusig voltam várandós, tehát nem is egy nyári időszakon, de ez a lédús dolgok, mint mangó, alma, szőlő, egyszerűen imádtam ezeket, és imádtam az indiai fűszeres ételeket, és
hihetetlen, hogy a Maja is imádja a curry, lencse curry, az összes ilyen zöldséges curry. Tehát ezt csak úgy megjegyzem, tehát biztos, hogy a gyerekekben van, ugye az anyatejbe is átmennek az ízek, tehát igazából a Maja mindent, amit én szeretek, mi szeretünk, ő is szereti. Amit egy családnak át kell gondolnia, az az, hogy ők hogyan táplálkoznak. Tehát semmiképpen ne úgy képzeljük el, ugye a BLV-ben a gyerek ugyanazt teszi, amit mi, de nem, ezt nem ilyen trükkösen kell megmondani, hogy mi majd esszük a pizzát, amit rendeltünk, vagy a halrudacskákat, és a gyereknek főzünk egy kis brokkolit rizssel, vagy bármilyen zöldséges lencsés dolgot, és akkor együtt eszünk, de a gyerek más teszik. Nem. Ő is ugyanazt fog enni, mint mi, és ne trükközzünk vele, mert én babysitter voltam, és nagyon jól tudom, hogy láttam ezt családoknál, hogy mást akartak adni a gyerekeknek, és nem működik. A Maja a mai napig megnézi azt, hogy nekem mi van a tányéromban, és néha onnan is választ, és egyébként ez egy evolúciós ösztön, hiszen a gyerekekben benn van az, hogy amit a szüleink esznek, ők eszik, az biztos, hogy biztonságos, hiszen ők ezt választják, ezért ő, a kisgyerek is ugyanezt akarja. Tehát ugyanazt kell lenniük, és ennek az a feltétele, hogy mi is egy vitamin, energiadús, finom, helyi, szezonális ételeket együnk. Tehát ha az étkezésünk jelenleg nem ilyen, akkor két teendőnk van, vagy átvariáljuk, átgondoljuk a saját étkezésünket, vagy pedig a BLV nem nekünk való, hiszen tényleg aki most nem azt mondom, hogy egyszer nem lehet, mit tudom én, sajtkrémes kenyeret enni, vagy hasonlókat a helyet, hogy főznénk, de folyamatosan előre elkészített, csomagolt, adalékanyagos, cukrozott dolgokat egyszerűen nem lehet a gyereknek adni. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy átgondoljuk ugye a saját étkezésünket. Vannak bizonyos tiltólisták, hogy mit nem lehet ennek, utána tudtok olvasni a BLV könyvbe is, vagy még megadok egy nagyon sok információt ugye a videó alatt, például, hogy mézet, vagy kolbászat a botulizmus miatt nem lehet, ami tiltólistás, bármi, ami mogyoró, keménységű, vagy le tud törni ilyen kis darabokba, tehát például az elején nyers répát én nem adnék a gyereknek, hát ha letörik belőle egy kis darabka, ami fulladás, vagy ökölődés veszélyt okozhat, tehát bármi, ami keményebb, és ez a mogyoró nagyság maradjon a fejünkbe, például koktélpaladicsomot egyben, szőlőt egyben nem adunk, tehát egy kicsit a józan paraszti ész, egy kicsit az utána járás, ugye ehhez azért kell. Én úgy kezdtem, hogy mindent újnyi, a saját új, sokszor írják, hogy a gyerek hüvelykújjának a kétszerese, én a saját ujjamat vettem mintául, és ennek alapján vágtam zöldségeket és gyümölcsöket. Mivel kezdtük? Próbálok majd ide berakni videókat, de nem tudom, még nem néztem utána, hogy hány videón van a kezdésről, ugyanis őszinte leszek, amikor neki álltunk a hozzátáplálásnak 5,5 hónaposan, nem azzal voltam elfoglalva, hogy ezt felvegyem az iPhone-ommal, hanem a gyerekre koncentráltam, tehát nem tudom, hogy mennyi videót tudok majd ide példának berakni, de mi ugye 5,5 hónaposan kezdtünk, a Maja az ölembe ült 2 hétig, és innen adogattam neki különböző dolgokat a tányéromból, majd pedig 6 hónaposan etetőszékből. Nálunk ez úgy nézett ki, hogy 2, maximum 3 dolgot, ami a mi éppen főzés, amit főztem, neki való dolog volt, én ilyen darabkákkal kezdtem, mint például párolt répa, párolt édes krumpli, gyümölcsök közül banán, avokádó, mangó, körtét, nagyon-nagyon lédús körte, vagy valamikor a körtét is megpároltam. Almát azért nem pároltam, mert ugye az alma kemény, és ha megpárolod is, az soha nem lesz annyira puha, tehát sokszor egyszer kipróbáltam, a szájába vette, abból le tudnak olyan darabok törni, mondjuk, ami, tehát nem puha. Mindig arra gondoljunk, hogy amit mi a kezünkkel, így mint például egy lédús mangó, a banán, ahogy rányomunk, főtt édes krumpli, hogyan szét lehet trancsírozni. Tehát ezt vegyük állagnak
alapnak, tehát alapállagnak, hogy egy fogatlan innyel mit lehet szétnyomni. Ugye a Maja 5,5 hónapos volt, és amikor elkezdte, és 7 hónaposan jött ki az első 2 foga, tehát igazából 6-7-ig fog nélkül evett, igaz az ínye a babáknak nagyon erős, ott van mögötte a fog, de akkor is olyan dolgokat adtam, amit tudtam, hogy tehát látszott rajta, hogy így nyomkodja, mindig úgy csináltam, hogy így betakartam a fogaimat a számmal, és hogy vajon szét tudom nyomni, ugye ha beraksz ide egy banánt, nyom-nyom, azt szét tudod nyomni, tehát így néztem a dolgokat, és éppen amiben brokkoli volt, akkor főt, pánolt brokkolit oda kiraktam neki, de tényleg ezek így kezdődött, és ez 6-7-ig így ment, tehát mindig, amikor én leültem, az első egy hónapban egy étkezés, azt hiszem, hogy reggelivel, nem, ebéddel kezdtünk, ugye, ez úgy nézett ki, hogy szoptatás, 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 amikor akart, és akkor ebéd körül, ha előtte épp volt cici, vagy nem, én erre annyira nem figyeltem, bár sokan ajánlják azt, hogy etesd meg a gyereket egy fél órával, mielőtt bélvizni szeretnél, hogy ne legyen túlságosan éhes. Én ebben egyetértek, de nekünk mindig ugyanúgy jött ki a lépés, hogy kb. Ilyen egy-másfél órával előtte evett, szopizott, tehát nem volt túlságosan éhes, de ahhoz viszont elég éhes volt, hogy kíváncsi legyen, hogy melyiknek milyen a textúrája. Tehát igazából nekünk ez így jött be, hogy olyan egy-másfél órával pont előtte kapott tejet, és akkor egy kicsit megéhezett, úgyhogy amikor én elkezdtem ebédezni, akkor odapakoltam neki dolgokat, és elkezdte enni. Tehát körülbelül az első 6,5 hónapig egy étkezést, majd utána 7 hónap körül bevezettem egy második étkezést, és 9 hónap körül egy harmadikat. Tehát sokszor volt az, hogy ott volt körülöttem, és akkor úgy kínáltam, hogy ide jössz, de nem érdekelt inkább, hogy nem ide jössz, akkor még ugye nem járt, nem érdekelte az étel, tehát ez is megint gyerekfüggő. Én kaptam a laktációs tanácsadomtól egy ilyen kis füzetet, hogy mikor ajánlják, hogy első, második, harmadik étkezés, de nálunk ez körülbelül úgy is ment, de szerintem ez nagyon-nagyon gyermekfüggő, hogy mennyire kíváncsiak, ugye mennyi tápszert kapnak, mennyit szopiznak, tehát ennek függvényében én inkább most nem arról szeretnék beszélni, hogy mi hogyan fezettük be a 3 étkezést, hanem kezd el egy étkezéssel, egy-másfél hónap múlva akár egy másodikkal, harmadikkal, szépen lassan. Tehát mint mondtam, ez arról szól, hogy a gyerek ismerkedjen az étellel, ismerkedjen a textúrával, a szagokkal, az illatokkal, ne halmoztul, tehát ne rakjál 5-6 dolgot elé. Az elején mi csak erre a fehér étkező felületre raktuk az ételeket, és akkor onnan megnézte, hogy ez most egy édes krumpli, ez most egy kiwi, és akkor ott egy kicsit valamikor maszolta, valamikor a szájához vette, de egyre jobban ugye a szájához vette, érezte az ízeket, és elkezdte őket enni. És akkor így szépen igazából ebben ügyesedik, minél többször próbálgatjuk. Valamelyik család úgy kezdi, hogy rögtön odarakja a gyereket, amikor mondjuk legyen lecsó, vagy bármilyen húsos étel. Én ugye vegánként ehhez nem tudok hozzászólni, de szerintem ennek egy kicsit járatok utána. Én, ha nem lennék, nem táplálnám a gyerekemet vegánként, akkor sem adnék neki rögtön hús. Tehát én biztos vagyok benne, hogyha mi egy húsevő család, vegyes táplálkozású család lennénk, én nem értek azzal egyet, hogy mondjuk egy 6-7-8-9, de én még azt mondom, hogy 11-12 hónapos gyereknek is csirkecombot adnak, mert ugye a húsnak az emésztése sokkal komplexebb, de ebben most nem megyek bele, mert ez itt nem a vegán, meg nem vegán hozzátáplálásról szól, ez általánosságban beszél arról, hogy ugye hozzátápláljuk a gyereket, ezt csak úgy megjegyeztem így gondolatban, hogy ez most így eszembe jutott, hogy azért
sok hozzátáplálásos blog és könyv szerint ugye a gyerek azt teszi, amit a család, tehát ha most éppen a család rántott húsit eszik rizssel és zöldségekkel, akkor az kerül a gyerek elé. Én ezt egy kicsit azért hullámosan aláhúznám, és erről nem is szeretnék többet beszélni. Tehát kivesszük, amiket éppen csinálunk, abból a puhább dolgokat, ugye reggel könnyű dolgunk, vagy gyümölcsöt bármikor adhatunk neki, egy kis zapkásával azt is ilyen puhára főzzük, és akkor a gyerek végül is próbálkozik ezzel. Tehát így összegzésben tényleg ne aggódjunk a mennyiségeken, ne hasonlítgassuk a gyerekeinket más gyerekeihez, gondoljunk át a családunk táplálkozását, hol vásárolunk, milyen alapanyagokból főzünk, együtt teszik-e a család, nekünk magunknak az étkezés egy milyen élmény, hiszen ezzel mind-mind példát mutatunk a saját gyerekeinknek, és járjunk azért egy kicsit utána a témának, hogy mit lehet, mit nem, mit ajánlott, hogyha valaki vegánul szeretne hozzátáplálni, én egy nagyon jó weboldalt találtam, amiből sok-sok infót és képet én is kaptam így az elején, ez a Plant Based Junior, ugye van az első magyar BLV könyv, azt is belinkeltem már többször is a Timinek a könyvét alulra, a Facebook csoportról is beszéltem, bealakok egy PDF-et, ami ingyen letölthető, ez is azt hiszem, hogy Angliából szereztem PDF, ez is a hozzátáplásról szól, tehát interneten annyi blog, annyi forrás van, és egy kicsit le kell ülni, és egy kicsit át kell gondolni, hogy ugye nagyjából képbe legyünk abban azzal, hogy hogyan kezdünk neki. Akkor csinálhatunk egy ilyen kis tervet, hogy mondjuk az első hónapban reggeli, ebéd közben kínáljuk, utána szép lassan vacsora közben is, tehát azért ne terheljük túl a gyereket, látszik rajta, hogy érdekli, nem, most éppen alszik, most éppen pihen, amikor eszünk, tehát nekem semmiképpen nem volt ilyen hatalmas elvárásom, hanem tényleg elkezdtem egy étkezéssel, 6-7 hétre rá, második étkezéssel, és akkor megint 6-8 hétre rá egy harmadik étkezéssel, amikor láttam, hogy a majának ugye a szoptatás nem elég, vagy még jobban érdeklődik, amikor mondjuk vacsorázunk, akkor bevezettük a vacsorát is. Tehát így, ez tényleg egy nagyon flexibilis dolog, nagyon gyerekfüggő, nagyon családfüggő. Ha bármi kérdésetek van, a videó alatt feltehetitek, megpróbálom a legtöbbre válaszolni, és sok sikert, remélem, hogy ti is annyi örömöteket lelitek a hozzátáplálásban, mint én. Sziasztok!